A trafik törvényről annyi a véleményünk, hogy nem úgy alakult, ahogy ezt írták, teljesen más lett a kivitelezés a trafik törvénynek, és gyakorlatilag mi mint trafikkárosultak vagyunk itt. Lehet, ha nyertünk volna, akkor nem itt lennénk. Gyakorlatilag ennek a védelmére létrejött egy egyesület megfelelő jogi képviselettel, és akkor úgy gondolom, hogy itt majd a jogadta lehetőségek útján megy a dolog tovább. Nekem kisbolton van gyakorlatilag 10 éve, 11-12 éve. Most egyelőre annyit tudok csinálni, hogy itt vagyunk, hogyha nyilván, hogyha nem lehet árusítani, visszaesik a forgalom, nem is rólam van szó, mert nekem ennél egy kicsit nagyobb szégem van, de az alkalmazottainak a munka helye az veszélyben forog. Mindenkünk is van egy kisboltunk, szexuális ugyanúgy, és mindenkünk is vesztettünk van egyelőre, de én nagyon látom, hogy a kormány bízom benne visszavonja az egészet. A 13. kerületben, most már elég régen, 96-ban nyitottunk, azóta én ebből élek, 58 éves vagyok, amennyiben neveztem a boltomat, illetve a dohányárasztási jogomat, ezen keresztül a boltomnak a jövedelemtermelő képességét, akkor még állásra tudok elmenni keresni, mert 58 évesen hova menjek. Ön dolgozik az üzletben? Ketten dolgozunk a lányommal, igen. Tehát a lányának a megélhetése is veszélyben fog. Ez nem az egyéni, hát a család, igen. A lányom meg én, ketten vagyunk a család végül is, a kettőnk megélhetése forog veszélyben. Mit tesznek akkor, hogyha a kormány nem hajlandó visszavonni ezt a törvényt? Röviden azt mondtam, hogy tönkre megyünk, vagy hát ha a jogszabályi környezetben történik valami olyan változás, ami lehetővé teszi a túlélést. Apukám, a kettőnknek közösen van egy trafikja, ez most már lassan csak volt. A bevételnek nagyon-nagyon-nagyon jelentős részét a dohányáruból szerezzük, és a haszonnak is elég nagy részét, annak ellenére, hogy kevés az ár is a cigin. Sajnos, hogyha a cigarettát ki kell raknunk a boltból, anélkül nem vagyok benne biztos, hogy képes megélni, és eltartani még minket is mellé. Ön szerint ettől le fognak szokni a dohányzásról, hogy kevesebb helyen lesz lehetőség az árusítás? Nem, ettől nem fognak leszokni. Maradjunk annyiba, hogy nem csak üzletben lehet cigarettát venni. Úgyhogy szerintem, aki nem fog bemenni a nemzeti dohányboltba, az meg fogja oldani másképp. 41 éve nyitottam, 1972. augusztus 10-én kaptam meg az engedélyt. Ugyan a rendszerváltás után 4-szer kellett új engedélyt váltani. Hát akkor sem dobálták a mozgássérültnek a munka lehetőséget. Ugyan egy kicsit mobilis vagyok, de ha csúszós az út, akkor már abszolút nem vagyok képes közlekedni, és ezért találták ki a szüleim, hogy a saját házunkban legyen egy munkahelyem, és ne szoruljak senkire, hanem önmagamat el tudjam látni. Mi lesz ezután, hogyha nem sikerül a kormánnyal visszavonatni ezt a törvényt? Hát sajnos nem tudom, de hát remélem, hogy azért mégiscsak tolerálják ezeket a dolgokat, hogy valaki alól 41 év után nem veszik ki egy tolvonással a lehetőséget az élethez. Úgy tudom, a családban van még egy mozgássérült, az unokahuga, őnek is ez az egyik megélhetési lehetősége lesz. Hát ő per pillanat egyetemre jár, de mai viszonyok között nem bízunk abban, hogy mint történelemtanár kapkodni fognak érte az állás, és rengeteg állásajánlatba. Tehát ez úgy gondoltuk, hogy ez neki is lehet egy biztos megélhetés. Az a gyanunk, mert fotóval alátámasztva adtuk be a pályázatot, hogy el se olvasták, mert ha elolvassák, azért abszolút indokoltak lettünk volna, hogy megkapjuk ezt a konceszziót, és tovább dolgozhassunk nyugodtan és boldogan, és ne okoztak volna ennyi feszültséget és felesleges idegeskedést. Azt lehet tudni, hogy a településen kik kaptak konkrétan konceszciót, van-e közük a dohányárusításhoz, vagy egyéb kereskedelmi tevékenységhez? Hát én egyetlen egy embert ismerek, akit abszolút jogosnak tartok, hiszen ő is
25-30 éve már boltot visz Budakalászon, a többiről halvány fogalmam sincs, hogy kicsodák. Hallomásból tudom, hogy két szentendrei hölgy kapott olyat, hogy az egyik hármat Szentendrén, egyet Budakalászon, a másik kettőt Szentendrén, egyet Budakalászon, egyet Tahiban, egyet Leányfalun. Hát én nem tudom, hogy egyiknek minden jár, egyik embernek, a másiknak meg semmi, minden, még az életterét is el kell, hogy vegyék. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy érintette a trafikügyben? Igen, nagy mértékben. A forgalmamnak a 90%-át a trafikáru teszi ki. Ha szerveszik tőlem, van három dolgozóm és én, akkor 10%-ból nem tudunk megélni. És miután Borsod megyéről beszélünk, ott igazán nagyon nehéz elhelyezkedni, és nagyon nehéz a megélhetés is, és pontosan azért pályáztam én is, hogy akkor a dolgozókat sem kell utcára tenni, és közel 40 éves múlt van a hátam mögött. Én Polovics György vagyok, és magam is a trafikárosultak népes táborához tartozom. Én a budapesti 5. kerület nagy vesztese vagyok. Demonstrációnk a trafikárosultak mozgalmának pártoktól független megmozdulása. Azért jöttünk el, hogy kiálljunk megélhetésünkért, a kilátástalanság szélére sodort családi vállalkozásokért, hátrányos helyzetben lévő kollégáinkért, és kiálljunk a trafikkoncesziós eredmények megsemmisítéséért. Rendezvényünkön magunk, az érintettek szólalunk fel, olyan emberek, akik most is inkább dolgoznának, ehelyett életük munkáját kénytelenek védeni. A mikrofonhoz kérném először Bauer Jánosné Szekszárdról, akinek az élete volt a 22 éve működő dohánybolt. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, én Bauer Jánosné vagyok Szekszárdról. Talán mi robbantottuk ki ezt a botrányt az országban. Tehát mi vagyunk 22 éve, mellettünk állt ki, úgy tudjuk Hadházi Ákos, amikor megszólalt, hogy igazságtalan, hogy akik több évtizede itt dolgoznak a városban, becsülettel ők nem kerültek fel a listára. Mi betéti társaságként kezdtük, 22 éve férjemmel alapítottuk ezt a céget, és kimondó dohánykereskedelem céljára hoztam egy szórólapot, ami még a Sofiani 33 forint volt, a Sinfonia 30 forint volt, és csak-csak dohányterméket árultuk. Később kezdtük kicsit bővíteni a készletet, amennyit a 18 négyzetméterünk engedett, mivel mi egy tipikus dohánybolt vagyunk, tehát ezt erre találták ki, ezek vagyunk, ezek is szeretnénk maradni. Sosem jutott eszünkbe, hogy a betéti társaságunkat más társasági formába folytassuk, pedig tudtuk, hogy saját vagyonunkkal felelünk, hogyha bármit védünk, de mindig bíztunk magunkban. Mindig tudtuk, hogy amit teszünk, azért vállaljuk a felelősséget, mert becsülettel dolgoztunk. Dohányüzletünket meg tudtuk vásárolni, először bérleményként indultunk, folyamatosan fejlesztettük, beruházásokat hajtottunk végre, hogy minél színvonalasabban tudjuk vásárolóinkat kiszolgálni. Mikor meghallottuk, hogy ezután csak dohányboltokba lehet cigarettát vásárolni, mi nagyon örültünk. Megmondom őszintén, mert úgy gondoltuk, hogy most eljön a mi időnk, 3,5%-os haszonkulcssal, de várhatóan több forgalom fog lecsapódni a mi üzletünkben, és ezután kicsit jobban talán meg tudunk belőle élni, de sajnos tévedtünk. Azt hittük, hogy a becsület és a szorgalom majd meghozza gyümölcsét, de sajnos ez nem így történt. Mi végig dolgoztuk azokat az éveket, amikor pár százalék volt a haszonkulcs. És azt hittük, hogy ezt majd egy egészséges konkurencia harcban fog eldőlni, hogy ki maradhat és ki nem. Hát sajnos ez nem így történt. Egy tolvonással kihúztak bennünket, és azt mondták, most eddig ti csináltátok, most mi fogjuk csinálni. De ebben nem törődünk bele. Ezt az érzést, amit most érzünk, én kívánom nekik, hogy éljék át. Amit most mi hetek óta nem alszunk, és gyomoridegünk van, és értetlenül állunk ez a döntés előtt, hogy mit rontottunk el, mit csináltunk rosszul. Most kolléganánk 17 éve dolgozik velünk, aki, ha most nem nyerünk konfessziós szerződéskötésre lehetőséget, utcára fog kerülni. Most pedig következzen az a Forenszky Robert Szekszárdról, akinek a neve elhangzik az anyabizonyos hangfelvételen, és aki nem gyűjtött elég kopogtató cédulát. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kedves kollégák, tényleg
nem gyűjtöttem elég kopogtató cédulát, de hát így van. Igazság szerint a munkánkat végezzük, akkor nincs idő kopogtató cédulákat gyűjteni, szerintem. Elsősorban, másodszorban. Én azt olvastam, vagy úgy tudtam, hogy a koncesziós jog elnyeréséhez üzleti tervet kell kitölteni, vagy kiállítani. Nem pedig kopogtató cédulát hurcibálni, vagy hordozgatni. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag pártatlannak vallom magam, de úgy gondolom, hogy a újságírók egy kicsit rosszul fogalmazták meg, amikor úgy jellemeztek engem, hogy nem elég jó fideszes, meg nem elég sok kopogtató cédulát gyűjtött. Szeretném elmondani, hogy egyetlen egy kopogtató cédulát sem gyűjtöttem. Ez volt a baj lehet. És szeretném tovább elmondani, hogy 10 éve működtetek kisboltot. Ez alatt, a 10 év alatt egyetlen egy ünnepnapot nem töltöttem a családommal, ugyanis ilyenkor a cégvezetők dolgozhatnak egyedül. Szekszárdon élek 20 éve, ózdi származású vagyok. Egyetlen egy karácsonyt, egyetlen egy új évet, egyetlen egy húsvétot nem töltöttem Ózdon a családommal, a szüleimmel vagy a testvéremmel. Mert dolgoztam és a vevőimmel voltam. Szükségem volt a vevőimre. Most egyébként komolyabban csinálom a vállalkozást, egy kicsit több jut, már bezárhatnám az üzletet, de nem tettem. Mindig azt kérdezték, miért nem megyek már haza, miért nem zárom be az üzletet. Hát az, már mint ünneplapokon, azt mondtam, azért nem, mert eddig nekem volt szükség a vevőimre, most pedig nekik van rám szükségük. És én csak azt szeretném mondani, hogyha most Horváth István testvérének, Horváth Zsuzsának, tehát polgármester úr testvérének, vagy Fajszi Lajos képviselő testvérének fajban minden húsvétkor és pünköskor legyen nyitva, és legyen ott a vevőjével. 10% árérsér valószínűleg már meg is éri. Szeretném, hogyha ezen elgondolkodnának politikusaink, és egy kicsit átfordulnának a véleményüket. Köszönöm szépen! Jó napot, szevasztok, Tóth Zoltán, Szekszárdról. Közel 20 éve van vállalkozásunk szintén nekünk is. Hát a dohánnyal kb. 18 éve kerültünk kapcsolatba. Ahhoz, hogy ásványozó szakmámban belecseperedtem kereskedőibe, mert megszerettem. Jó pár nappal ezelőtt adtam egy interjút egy tévének, és ott azt nyilatkoztam, mert van nekem egy autista kisfiam, hogy arra várok, hogy megszólaljon, már azt mondták az orvosok, soha nem szólal meg. Hát az én kisfiam most megszólalt valamelyik nap, igaz, hogy csak annyit mondott, hogy mama, és azt mondtam, hogy arra várok, hogy a törvényhozók is visszahozzák az egész régi rendszert. Hát bízom benne, hogy ők is belátják a dolgokat. Én többet nem tudok mondani, egy kicsit úgy magam alatt jó. Köszönöm szépen! Uzsák Ágnes következik szintén Szekszárdról, aki 99 óta egyéni vállalkozóként dolgozik. Örülten azon bejelentésnek, hogy a trafik törvénnyel helyzetelőnybe hozzák a trafikosokat. Végre sok idő után rendesen meg lehetne élni ebből a szakmából. De az öröm nem tartott sokáig, hiszen ott állok, és nem hogy helyzetelőnybe kerültem volna a multikkal szemben, hanem elvesztem nem sokára az üzletemet. Elvesztem a munkahelyemet, és elvesztem eddigi törekvéseimet a megélhetésért. Becsületes, adófizető állampolgár vagyok, és mint ilyen, nem ezt érdemlem. Én továbbra is szorgalmasan dolgozni akarok abba az üzletbe, amely 10 év alatt felépítettem. Én bízok abba, hogy megfelelő módosításokkal és döntésekkel lehet ezen az elfogadhatatlan, igazságtalan eredményen változtatni. Hiszen a miniszterelnök úr azt is megígérte, hogy aki korábban dohányboltot üzemeltetett és pályázott, ezután se fogja elveszíteni megélhetését. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Fiatal vállalkozónként dolgozom 15 éves vállalkozói tapasztalattal. Testvéremmel, üzlettársaimmal, saját munkavállalóimnak, akik hozzám fordulnak a jövőbeni munkalehetőségeikkel kapcsolatosan, nem tudok mit mondani. A gyermekeimnek nem tudok követendő példát felállítani. Dolgozz keményen, legyél kitartó, aztán pedig nézd végig, hogy a színfalak mögött hazugságokkal tarkítva eldől egy verseny. Ki fogadná el ezt a tanácsot? Amíg a sportban kizárják és megszégyenítik azt, aki doppingol,
az üzleti életben ma azok ünneplik, azokat ünneplik, akik nem a fair play szerint játszanak. Tisztelet a kivételnek. Vannak olyan politikai erők, amelyek azt mondják, hogy el lehet menni innen, ha nem tetszik. És vannak olyanok, akik ezt nem mondják, de az üzenet ugyanaz. Azt szeretném kérni, hogy cáfolja meg ezt végre valaki. Köszönöm a figyelmet. 96-ban alapították meg a szüleim azt a trafikot, ami miatt most itt vagyunk. Azóta a szüleim elváltak, különmentek. Én vettem át édesanyám helyét az üzletben, tehát apukámmal ketten vagyunk a tulajdonosai. Tulajdonképpen az megalakulás óta csak azokat a termékeket áruljuk, amiket a törvényben is engednek, tehát újság, édesség, ásványvíz, cigaretta. Nagyon sokat dolgoztunk a pályázat megírásán, egy profi pályázatíró segített. Szerintem egy elég jó pályázat lett, mások szerint nem, mint kiderült, mivel hogy nem nyertünk. 17 év munkáját lehet a kukába söpörni, 17 év minden reggeli kelését és munkába menését és egésznapos küzdését. Én ebben a trafikban nőttem föl, én úgy nőttem föl, hogy mindig a trafik, tehát az üzletünk volt az első. Nagyon sokat töltöttem az üzletbe kicsikoromtól kezdve, a vevők gyakorlatilag 6-7 éves korom óta ismernek, ragaszkodnak hozzánk, nagyon szeretnek minket, nagyon sajnálják, hogy nem nyertünk. Kapos család következik, akik bebizonyították, hogy kerekesszékből is komoly üzleti sikereket lehet elérni a szakmában. Üdvözlök mindenkit, Kapos István, én ők a férjem Kapos István, itt ül előttem. 1992-ben kezdtük el a trafikot üzemeltetni, tehát több mint 21 éves csináljuk, csak dohánnyal foglalkozunk 100%-ban, és természetesen nem nyertünk a pályázaton. Jelen pillanatban, hát hozzánk is jöttek már, hogy nyertünk-e vagy nem, mert jó helyen vagyunk, túlzott, ahol a spárállóház is van, két megálló, tehát egy központi helyen határa tudja ezt csinálni. És nekem nincsenek olyan papírjaim, ugye, ami ez a kiírásnak megfelel. De attól függetlenül beadjuk ezt a pályázatot, kedden fel fogom adni. 17 évig levelezett a férjem az APEC-kal az akadálymentesítés miatt. Kaszászgyűlő, nem tudom, ki tudja, ott van, az APEC-nak van egy kirendeltsége, ami a statisztikai hivatalban van. Most eddig mozgálkod, kerekes széken nem lehetett oda bemenni. 17 évig leveleztünk. Azt mondta a férjem 2006-ban, hogy ha ott nem lesz bejutási lehetőség, akkor ő nem fogja fizetni az egészségügyi járulékot. Nem fizette a járulékot, és ezért nem indulhatott ő a trafik tenderen. Ezért indultam én. Egyébként azóta 2011-ben már építettek oda rámpát, csak azért, mert a tulajdonos közben beköltözött az épületbe. Viszont az APEC kirendeltségében a mai napig nem lehet bemenni, mert ugyanis az a második emeleten van, és lift nincs. Üdvözlök mindenkinek! Igazából mi 10 évvel ezelőtt kezdtünk egy bevásárlóközpontban igazán trafikot, dohányboltot üzemeltetni. Nem csak cigivel foglalkozunk, pipával, tubákkal, tehát minden, ami a dohánytermékek körébe tartozik. Tavaly volt először a 15 éves fiammal, hogy 3 napot végre egyfolytában együtt tudtunk tölteni. 3 gyerekünk van, a legkisebb, ráadásul nekünk is autista. Esélyem sincs arra, hogy elmenjek 3 gyerek mellett, ráadásul egy beteg gyerek mellett valahova dolgozni. Ez egy kényszerpálya volt, úgymond, amit végül is megszerettem, és ragaszkodnánk hozzá. 4,5 négyzetméter az üzlet profilváltásra, nem sok esély van, mert mi más tudnék ide beletenni ebbe az üzletbe, tehát itt cigin kívül más nem nagyon fér el. A mostani felhívásnak nem fogok tudni eleget tenni, elég nevetséges kitételek vannak, amiket szerintem hát nagyon-nagyon kevés ember fog tudni teljesíteni. Teljes az elkeseredés. Elkezdtünk építeni egy házat, ami félig áll. A törlesztő részletet nem lesz miből fizetni, majd megyek a híd alá, a gyerekeimet elveszik, csak azért, mert valakinek jó lett, nekem meg nem. Tehát én ezt nem tartom igazságosnak. Nem, nincs tartozásunk, mindig fizettünk, az alkalmazottak be voltak jelentve.
Én önökben láttam sohasem igazából a dohányzás visszaszorítását, hogy kevés helyen lehessen kapni. Vegyenek fel embereket a fogyasztóvédelemhez, küldjék minden nap a nyakunkra. Akkor majd egyetlen kereskedő nem fogja odaadni a fiatal garulaknak a dohánytermékeket, és vissza lesz szorítva a dohányzás, hogyha erről van szó. Új munkahelyeket teremtenek azáltal, hogy több lesz az ellenőrző szerv, de mi legalább megtarthatnánk, hogy ezek az emberek, akik eddig becsülettel dolgoztak, megtarthatnák az egzisztenciájukat. Szerintem 2 hónap, és úgyis kijön még, hogy majd még az italt is csak ezen fogják árulni, akik megkapták eddig. Egyértelmű. Bár szerintem az itallal kellett volna kezdeni ezt az egész diszkriminációt, mert szerintem alkoholista már sokkal több agyonverte a családját, mint ahány dohányos eladott esetben mondjuk kárt tette a családjába. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Szép jó napot kívánok mindenkinek, Hós István vagyok. Csak annyit szeretnék itt elmondani, én is dohánykárosult vagyok. 3 üzletben dolgoztunk, jelen pillanatban még mindig dolgozunk. A bérleti díjak 900.000 forint körül vannak üzletenként, tehát hogy fogjuk tudni megtartani a munkahelyünket, ezt nem tudom. 15 négyzetméteres üzleteket bérlünk. De a következő, tehát valaki kiszámolta már ezeket a dolgokat, hogy állítólag 50.000 üzlet osztozott azon a 15 milliárdos haszon, ami éves szintre lebontva üzletenként vagy vállalkozásonként 400.000 forintot jelent, ugye 36.000 körüli egy hónapban, ami plusz besegít ugye a rezsinek a kitermelésébe, hogyha mindenki ugyanannyit keres vele, tehát a cigarettaforgalom megegyezik. Most ezt ugye felemelték a 10-szeresére, azaz 50 milliárd forint, és ezen fog osztozni 5.000 üzlet. Nem tudom, milyen tulajdonosi körre rendelkezik, de hogyha megnézzük, hogy vannak olyan vietnámiak, akik többet 100-at kaptak, tehát vannak olyan vállalkozómentes emberek, tehát nem vállalkozás közeli kapcsolatokkal rendelkeznek. A CBA is egy vállalkozás. Tehát én azt mondom, hogy nem kell azoktól az emberektől elvenni, akik ugyanúgy közénk tartoztak, mert a CBA is egy ugyanolyan vállalkozó lett, mint amilyen én vagyok, vagy amilyen bárki itt a téren. Csak az a probléma ezzel az egésszel, hogy az a 40 milliárd forintos haszon éves szinten, az tényleg, ahogy a hölgy mondta, nem a dohányzás visszaszorítására, vagy a megelőzésére, vagy a fiataloknak egy olyan felvilágosításra költi az állam, tehát nem egy olyan pénzeszközt használ föl, ami valójában tényleg a fiataloknak a dohányzását megakadályozza, hanem megint csak egy érdekcsoportot gazdagítunk vele. Tehát nem titok, ugye? Hát mindenki pénzből él. És én azt mondom, hogy akik itt vannak, noha kevesen vagyunk itt ahhoz képest, mint amennyi károsultja van ennek a törvénynek. Tehát nem tudom, hogy hol a többi ember. Nekik van más vállalkozásuk? Ők nem hallották ezt, vagy nem terjedt el az információ mindenkihez, hogy bajban vagyunk, emberek? És hogyha már azok a személyek, akik fönnülnek a politikába, és nem a mi eszünkkel gondolkodnak, de legalább nézzenek már ránk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, élünk, lélegzünk, családot nevelünk, fizetjük a rezsinket, és egyszer meghalunk, és nekem ne támogassák majd akkor, hogyha a feleségem kijön és elkapar, hanem igenis tisztességes munkánkat engedjék tovább végezni, és erősítsék meg a szigort abba, hogy ellenőrzik ezeket a vállalkozásokat, és hogyha már elvették a kezünkből ezt a jogot, ezt a lehetőséget, amit több évtizeden keresztül kiharcolt magának ez a bizonyos vállalkozási kör, vagy vállalkozói kör, akkor adják meg azoknak is, akik most nyertek, és ne emeljék föl nekik a profitjukat 10%-ra, hanem ugyanannyiért kelljen nekik küszködni a dohánytermékkel, mint amennyiért mi csináltuk vállalkozót. És tartsák magukat ahhoz a kiíráshoz, amik abban az időben megvoltak, hogy a trafik törvény a trafikra vonatkozik. Mi a következő? Az alkohol. Tényleg itt mondta a hölgy, hogy az alkoholt elveszik. Igen, elveszik, és még egy csomó minden. És hogyha a BKV bérleteket csak olyan emberek árulhatják majd, akiknek ez a joguk lesz, és megkapják, mint privilégium, mint az élethez való jog, a levegővételhez való jogot csak nekik biztosítják, akkor mit csinálunk? Az x 100 ember, vagy x 10 ember fogja majd a BKV-nak a hasznát lefölözni, és a BKV majd valahova elmegy megint a sülyeztőbe. Tehát mi a következő? Semmi más nem kell. Egyenlő jogokat, egyenlő munkavégzést, egyenlő díjazást. Aztán én nem akarok belefolyni a politikába, mert nem politikus vagyok, én munkás vagyok. De a politikus se jöjjön le dolgozni az én üzletembe.
maradjon meg és képviselje a mi érdekünket. És itt hívom fel az ellenzéknek a feladatára a figyelmet, noha én nem felhívom, csak kérem őket, tehát a megfogalmazás lehet, hogy nem mindig szakszerű, hogy segítsenek nekünk. Ha a kormány nem áll ki mellettünk, ők tegyék meg, mert valaki ki kell, hogy álljon. Állampolgárok vagyunk, szavazók vagyunk, és ebben az országban élünk, és itt vesszük meg a sírhelyünket, és itt akarunk majd nyugodni is. És én nem akarok külföldre menni. És nem tanácsom a gyerekeimnek, hogy hagyják ezt a gyönyörű országot, hiszen értéke van ennek. Köszönöm. Jó estét kívánok! Én csatlakozom az előző szólásához. Szombathelyről lejöttünk egy kis csapat, hogy képviseljük azt a részt is, Vas megyét, meg Szombathely. Szombathelyen igazából ketten nyertek, az összes többi pályázó nem nyert semmit. Én is 49 éves vagyok, az 51 éves a férjem. Mi is családi vállalkozásban csináljuk több mint 15 éve a trafikunkat. Van 3 kis trafikunk, ha most ezt bevezetik, akkor viszont végünk van. Nem lesz munkahelyünk, 2 egyetemista gyerek, akinek nem tudom, hogy tényleg egy hónap múlva, hogy a kislány is mondta, nem tudom, hogy hogy fogom tanítani, hogy fogok neki ételt adni. Én nagyon-nagyon elkeserítő a helyzetünk, úgyhogy én azt hittem, hogy itt többen leszünk. Tehát én azt hittem, hogy itt leszünk 10 000-en vagy 20 000-en, hogy összefog a magyar végre, és kijön ide, és elmondja az igazát, és azt mondja, hogy addig innen nem megyünk el, amíg nem lesz valami. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy akitnek tud, szóljon otthon, vagy a környezetében, vagy akit ismer, hogy tényleg ne hagyjuk magunkat, még van egy hónapunk. Ez az új kiírás is olyan, hogy senki nem tud rá válaszolni, de egyébként mindenki adja be újból a pályázatát, mert nem vesztünk vele semmit. Mi is be vagyunk. Olyan lehetetlen feltételeket adtak ki erre az új pályázatra is, hogy szerintem az országban 3 ember van, aki ezt tudja teljesíteni, azon kívül senki. Úgyhogy én köszönöm, hogy meghallgattak, és kitartást, és szeretnék máskor is itt találkozni, de 3-szor ennyi emberre. És végül a mikrofonhoz kérném Szabóné Szabados Katalin, a Katit, akinek úgy gondolom, hogy mindannyian hálával tartozunk, amiért annak ellenére, hogy ő nem nyújtott be pályázatot, magára vállalta a minket ért sérelmek kommunikálásának oroszlán részét a sajtó és a tévé felé. Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, hát a síromra majd hozzatok virágot. Tulajdonképpen bemutatkozom, tényleg én vagyok Szabóné Szabados Katalin, valóban nem pályáztam, ezerszer elmondtam, hogy miért, úgyhogy ezt hagyjuk, sok dolgom van. Kronológiai sorrendet felborítottam, mert tegnap ugye kaptunk egy újabb pofonvágást a kormány részéről, ami egy 5 pontos lehetőség azoknak a trafikosoknak, akik ennek a bizonyos dolognak megfelelnek. Úgyhogy én ezzel szeretném kezdeni. Az első, hogy csak egy darab bolttal lehet pályázni, ellentétben azokkal, akik ugye beadták a koncesszió idején a pályázatukat, nem szakemberek, ellenben 5 bolttal pályázhatnak. Magyarul, aki szakember, aznak elégedje meg a saját boltjával, ne dumáljon. Aztán, ami még fontos, 1993. január 1-e előtt kellett, hogy még ezt a boltot üzemeltesse, magyarul 92. decemberéről beszéljünk. Ez idő tájt, elég sokan vagyunk a korosztályom, nem nagyon voltak magán dohányboltok. A Harmónia állami dohánybolt kezébe voltak ezek a boltok, azok kaptak magán dohányboltot, akik háborúsérültek voltak, árvák, alanyi jogon kaptak az 50-es években, ezeknek valóban magán dohányboltjuk volt. Az én kezemben olyan papír van, hogy 93. augusztus 24-én valóban a Harmónia visszaadja a boltot a tanácsnak, és a tanács kiutalja a dohányboltosnak. De ez nem január 1-én volt, ez évközben, és akitől ezt a papírt megszereztem, az azt mondta, hogy ez az elején volt, tehát ő ennek a privatizációnak a legelső 10 éve volt benne, a többiek azok 94 körül kapták. Magyarul nagyon úgy néz ki, hogy az országban lehet, hogy 3 ilyen trafikos van, aki megfelel ennek a feltételnek. Aztán van egy 47-26-os teorszám, egy kollega hívott fel telefonon, hogy erre nem is adnak bankkölcsönt, nem tudja, honnan vették ezt a teorszámot, nem néztem utána, ezt ő mondta. A érdekessége még az 5 munkanap, amit a másikoknak volt 2 hónapja, hogy beadja a koncessziójukat, nekünk összesen a kollégáknak 5 nap áll rendelkezésére, elég komoly adminisztratív mennyiségű papírokat kérnek be, olyanokat, amit az előzőktől abszolút nem kértek, szinte lehetetlenség mindezt 5 munkanap alatt teljesíteni. Aztán
tulajdonképpen ez volt az, amire én úgy gondoltam, hogy ezzel kezdjük. Volt már egy 100 voltos variáció is, hogy 100 voltot kapnak. Akkor a BAT elkezdte hívogatni a kereskedőket, megadott egy 34-es számot, ott rögtön azzal kezdték, hogy legyenek dohánykereskedő egyesületi tagok, és a többit majd meglátják. Ez most már eltűnt, tehát ez a variáció nincs. Most kaptuk ugyanezt ezt a variációt, ami szerintem ugyanolyan pocsék, mint az előző volt. De ennyit erről, tehát kronológiában ez. Én úgy döntöttem, hogy összefoglalom mindazt, amit a kollégáim mondtak, mint a nem vagyok érintett. A bolton 48 volt a dohánybolt, 21 éve csinálom, ennyi volt. Na, kezdjük a koncessziót, aminek az volt az alapfeltétele, hogy 18 éven aluljakat ne szolgáljanak ki, és koncentráltan 5145 bolt végül is megnyerte a pályázatot. Én úgy gondolom, hogy 18 éven aluljakat mi sem szolgáltunk ki, jó pár évvel ezelőtt született ez a rendelet, tehát semmi olyat nem mondtak. A koncentrált boltról meg az a véleményem, hogy semmit nem fog megoldani egészségkárosítás szempontjából, mert ismerjük a dohányosokat, majd egyszerre megvesz 10 dobozt, és addig szívja, amíg tart. Inkább nem kajál, de azt tudja, hogy a dohányra fog pénzt szánni, többet fog venni. Igaz, ez az államháztartás adó szempontjából igen jó. A fekete piacot viszont rendkívüli módon fel fogja lendíteni, már most érezhető a kimutatásokból. Jelen pillanatban a keleti országrész állítólag rendkívül fertőzött. A mozgóárusítás is jó lesz a posta részéről, mert ott meg majd az lesz, hogy mire a Lajos bácsihoz odaér a cigaretta és délbe kimegy a főtérre megvenni, addigra 6-szor házhoz viszi neki a depper a cigarettáját, de megérdemeljük. Aztán magára a koncentrálásra még az, hogy kevesebb helyen lehet majd cigarettát kapni, nagyobb lesz a sorban állás, elégedetlenség, és hát eltűnik a trafikos világ, amit mindannyian szeretünk, mert azt hiszem egyikünk sem ebből a 3-4% haszonból imádja ezt a dohány bizniszet, hanem azért, mert ennek egy varázsa van, mert szeretjük csinálni. Aztán a következő, hogy munkanélküliek, gyeses kismamák, állás nélküliek, csökkentett munkaképességűek, ők lennének a fő célközönsége ennek a koncessziónak. Sikerült is kimutatni 280 darab pályázatot, ami ennek megfelel, ez a pályázatoknak az 5%-a. Aztán 10%-a körülbelül azoknak a száma, akik a dohányboltos körökből kerültek ki. Ezeknek egy része ugyanán áldozat lett, mint mi, mert hallom, hogy vidéken, ahol véletlenül megkapták, naponta érjük inzultusok a kereskedőket, hogy magának ki voltak ilyen. Egyszerűen el se hiszik, hogy valaki alanyi jogon teljesen véletlenül meg tudta kapni ezt a boltot. Az üzleti tervre szerettem volna még kitérni, ami elég érdekes, mert rendkívül sok szubjektív pontja volt ennek a koncessziónak. Üzleti tervet hogy tud azt készíteni, aki most keresi a boltját, lehetőség szerint a trafik közelébe legyen, hogy amit a másik 20 év alatt elvégzett munkát, az most gyorsan az ő zsebébe jöjjön a pénz. És tehát nincs boltja, nincs szakértelme, egyetlen egy dolog van, valahol valaki valahol volt. Igen, tehát tulajdonképpen nem is értjük, hogy a pontrendszer miért úgy lett felállítva, hogy nem alanyi jogon a dohányboltos kapta meg első körben, és utána még a többi pályázó, akinek erre affinitása van, hogy dohányboltot nyisson. És tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az 5145 pályázából 10, maximum 15% az, aki dohányboltos volt. A többit nem tudjuk, hogy kicsoda. Jelen pillanatban 1000 darab regisztrált mutyi van. Ez lett a szóhasználata. Ebben a hónapban a mutyi a nyerő a sajtóban. Tehát tulajdonképpen 1000, amit már felderítettek az 5145-ből, ez 20%. A strómanokat ugye nem tudjuk, hogy kicsodák, de a 20% is szerintem egy elég elborzasztó. 3% is sok, nemhogy 20. Ezeknek az embereknek, akik nyertek, ezeknek volt egzisztenciájuk, munkalehetőségük, megélhetésük. Az, aki most az utcára kerül, annak semmilyen nem maradt, és ezek az embereknek a nagy része 40-50 éves emberek. Tehát innentől kezdve, hogy ők mit fognak csinálni, egyszerűen a munkanélküliek számát gyarapítják. Aztán van még egy téves adat, az 5145 pályázat, ez családokról beszél. Ez nem családok, ez a pályázat végeredménye, ez körülbelül 2000, max. 2500 családot ölel fel, ne tévesszem meg a számminket, ez nem 5145. Alanyi jogon gondoljuk, hogy a trafikosoknak az új pályázatban, ha szerencsések vagyunk és sikerül elérni, azt kellene mindannyiunknak elérnünk, hogy alanyi jogon a jelenleg regnáló trafikosok, akik ebből élnek, alanyi jogon megkaphassák a trafikjaikat.
onnantól kezdve osztható, szorozható a dolog, ha mi megélünk. Mindig volt mutyi, és lesz is, tehát itt nincsenek kétségeinkem a dologban, de a mi megélhetésünket ne veszélyeztessék azért, mert sokan vannak és éhesek. Ezt csak a mi torkunkon próbálják lenyomni, mert utólag nem lehet árést módosítani, nem lehet a háromszorosára emelni az árést, nem lehet minden héten újabb és újabb ötletelni, újabb és újabb dolgokat bepakolni. Ez a fajdalt, ez már a kabaré szintjén van, nem is tudom elképzelni, hogy ez kiálmodta meg egy éjszaka, és másnap miért rakták bele, mert akkor a cukrázások is kellene, hogy dohány táruljanak ezzel az erővel. Tehát nagyjából ennyi az ár és kérdése. A banki hátteret is kihagyták, ugye a kedves urak, pedig sokunknak valószínűleg ez megoldás jelentett volna a nagyobb készletek felvétele miatt, hogy bank mögötte álljon. Jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy ezzel a 12%-os vagy akár 10%-os utólagos árés berakásával olyan 1 millió, 2 millió forintnyi tiszta nyereséget tud produkálni a trafik tulajdonos.